ismét kiléptünk a stúdióból, és ellátogattunk az UTE ökölvívó termébe. Előre is elnézést kérek, ha egy kicsit zajos a felvétel, de hát munka van, kérem szépen, dolgoznak a srácok. Szeretettel köszöntöm Farkas József vezetőedzőt, és tudom azt, hogy az utolsó pillanatban jöttünk, hiszen holnaptól átépítik a termet, bár, ahogy én ezt látom, így is elég szép. Hát igen, a Újpest, tehát az újpesti igazgató, Őze úr és az egész vezetőség mindig gondot fordított arra, hogy jó legyen a elhelyezési körülményünk. Hát most nem elégen volt egy kisebb felújítás, de most ezt tovább folytatjuk. Tehát most teljesen azt lehet mondani, hogy tényleg egy ideális kis termünk van, de úgy néz ki, hogy még jobb lesz, még jobb termet kapunk. Most 4 napig ezért zárva tartunk. A szakosztályezések nem fognak szünetelni, mert a élversenyzőknek kell a napi tréning, megoldjuk majd máshol, de itt sajnos szünet lesz. Azt gondolom, hogy ez, hogy most bezár a terem egy pár napra, ez talán nem is érdekes, mert gondolom a krém, illetve az, aki érdeklődik a sportág iránt, az a bocskai emlékversenyre úgyis lemegy és test közelből nézi majd a legjobb magyar ökölvívókat. Igen, hát majd én is megyek utánuk, mert 3 versenyzőnk van ott. A női 60 kilós Tarflóra, aki nagyon nagy reménységünk, egy fiatal hölgy, és nagyon-nagyon izgul most szerintem, és a Facebookon megnyugtattam, illetve telefonon beszélgettem vele, és elmondtam, hogy nagyon bízunk benne, és bármi lesz az eredmény, mi mellett állunk, és hát a két Vérbán, akik válogatott szintű versenyzők, hát tőlük komoly szereplést várok. Voltunk már itt kint, ugyan nem forgattunk, de azért ellátogattunk az edzésetekre. Nekem feltűnik az, hogy egyre többen vagytok. Alig fértek el a teremben, és ez nem volt mindig így. Hát az utóbbi időben valóban egy kicsit megcsapant a létszámunk. Ez részint annak is köszönhető, hogy volt többször ilyen teremfelújítási pánikunk, amikor tényleg szétszettük a termet, és nem volt szorító. Sokan emiatt, hogy szorító nem volt, emiatt abbahagyták az edzéseket, de most már jönnek vissza, ott szivárognak vissza a srácok, hát egyre többen vagyunk, és dacára annak, hogy régebben nem volt olyan nagy tömeg, most sincs olyan nagy tömeg, de most már eredmények is vannak, egyre jönnek az eredmények, és mindannyian tudjuk, hát te is tudod, hogy azért az eredmények hozzák a tömeget is, úgyhogy ma is itt 30-an voltunk, délelőtt is voltak 30-an, tehát ez egy nap 60 ember, az elég jó, viszont átlagban állunk havi szinten kb. 100 gyermek jár le edzésre, és ez már akkor el lehet azt mondani, Józsi, hogy most már a mennyiség mellett a minőségre is törekedtek. Hát a törekedni is kell, hát a Újpestnek ez nagyon fontos az politikája az, hogy maradjon meg az eredményesség, és hát tudjuk, hogy most jók vagyunk nagyon, minden szakosztály kiemelt lehetőséget kap, és eredményekben is mutatkozni. Ne hallgasd el, hogy a tavalyi évet milyen szép sikerrel zárta a szakosztály, mint csapat. Hát igen, ez részint azért köszönheti annak is, hogy sok gyerek felfedezte Újpestet, látják, hogy fejlődik Újpest, és voltak nagyszerű igazolásaink is. Egy nagyon jó kapcsolatunk van a Madárfészek Akadémiával, és hát innen is megköszönöm a Madárnak az, hogy mi egy olyan fúzióban vagyunk, hogy mi küldjük a jobb srácinkat, küldjük oda, de ők is visszaküldik a srácokat. Tehát, hogyha egy tehetséges, utánpótláskorú versenyző ott megjelenik, akkor átküldik ide, és akkor mi is tolasodhatunk. Mi természetesen élversenyzőinket oda küldjük. Tehát ez egy nagyon jó együttműködés, szerintem ez hosszú távon nem csak a szakosztályomat fogja megerősíteni, nem csak az Újpestet, hanem az egész magyar ökölvívást is. És kezdhetjük a gyerekektől, ugye? Utánpótlás nevelés nagyon, nagyon erős itt a szakosztályban. Hány kezdőtök van, hány fiatalotok van körülbelül? Hát először is beszélnék, hogy utánpótlás, ahhoz kellenek edzők. Most szerencsére már vannak edzőim is, tehát vannak olyan edzőim, ugye a Farkas Márton, aki egyébként a fiam, a Székesvári Tomi, a Patkós Jani bácsi, aki
szintén, mint én, mezőtúr és komoly edző, hiszen válogatott edző volt valamikor Hajdanán, női válogatott edző is volt, a junior válogatott edző is volt, tehát ő is most itt építi a fiatalokat, és hát a Georgi Zeleván, aki még mindig itt van, ő mint egy kis apuka, mint egy nagypapa, itt nevelget a gyerekeket, és hát a srácokról, az utánpótláskorú srácokról meg azt tudom mondani, hogy annyi tehetség van, hogy ez is néha gondot okoz, mert azért hogyha egy edző lelkiismeretes, akkor mindig, mikor befejez az edzést, akkor van hiányérzet, hogy egy-két sráccal lehet, hogy nem tudott úgy foglalkozni, ahogy kellett volna. Mikor indult meg az a fejlődés, hogy egyre több fiatal gyerek kopogtat be a terembe, hogy szeretnék egy kicsit boxolni? Hát szerintem az akadémia megjelenésétől, de nálunk a Madárfészek Akadémia megjelenésétől, ez egy nagyon, nagyon jó, ott itt Újpest felé. És akkor nyilván sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy az ökölvívás nem biztos, hogy megfelelő sportág számunkra, de azért kíváncsiak, és nyilván, hogy Újpesten több szakosztály van, ugye itt van kettő is, két szakosztály is, akkor nagyobb lehetősége vannak a gyerekeknek. És hát azért, valljuk őszintén, az iskoláknak is jó, hogyha a srácok sportolni mennek, és jó, hát verekedni tanulnak nálunk, de pontosan azért, mert verekedni tanulnak, ezért nagyon nagy fegyelemre nevel ez a sporták. Ahogy mondott, hogy verekedni tanulnak, hiszen az ökölvívás valóban egy nagyon igazságos sport, mert ugye egy pillanatra nem figyelsz, azonnal kapsz egy nagy pofont. Ezt még az én első edzőm Juhos Józsi bácsi mondta. De azt gondolom, hogy azok a srácok, akik itt a szakosztályban pallérozódnak, ők kint az életben, a suliban nem osztják a pofonokat. Nem. Ez egész biztos. Volt olyan problémánk nagyon régen, hogy magatartásbeli, de soha nem abból adódott, hogy a sportágat, a verekedést használják. Csintalanok az ökölvívók. Egy sportoló legyen csintalan, egy aludtejszerű kölökből semmiféle sportolót nem lehet faragni. De szerencsére ebben a sportágban időben jön a pofon. Tehát időben megkapja a pofont a fiú. Látom, hogy lányaitok is vannak. Miért jönnek a lányok boxolni? Hát egy az, hogy nem is akármilyen lányaink vannak, mert ugye Szatmári Petra, aki Európa-bajnoki ezüstérmes, tehát a magyar mezőnyben, magyar női mezőnyben a legjobb ökölvívó lány is nálunk van, és ezt nagyon köszönjük neki is, hogy megkeresett bennünket és ide igazolt hozzánk. De van több lányboxolónk, hiszen a Pap Dorina, aki szintén Európa-bajnoki bronzérmes, utánpótlás csoportú, ökölvívó hölgy, és hát a Tarflóra, aki mondtam, a Tarflóra most van. Mégis azért a kérdésre, miért jön boxolni egy lány? Hát ez mindig egy nagyon fogas kérdés nekem is egyébként, mert főleg az, amikor valaki a anyuka hozza le a kislányt, hát akkor egy kicsit megütt mindig, és megkérdem, hogy komolyan gondolja ezt, hogy a kislányból ökölvívó lesz, de hát harcias nők vannak a világban, mint tudjuk, és én úgy érzem, hogy az ökölvívás, a női ökölvívás, annak nagy szerepe van abban, hogy eredményes a sportágunk, az ökölvívó sportág nagy szerepe, és tehát sok mindent köszöntik a nőknek, én magam is, a Újpest vezetőedzője köszönöm azt, hogy ilyen ügyes lányaim vannak. Hála Istennek, hogy vannak, hát hiszen most már a női egyenjogúság az napirenden van, nincs mese, ugyanúgy becsülik a női sportolókat, mint a férfiakat. Hát az, hogy itt osztják a pofonokat a lányok egymásnak, hát Istenem, vállalták. Jöjjünk vissza egy picit a szakosztályba. Jó alapokon nyugszik a szakosztály, ezt el lehet mondani, bár néhányszor beszélgettünk korábban is. Kicsit labilis volt az élet évekkel ezelőtt. Hát igen, talán azt lehet mondani, hogy a Demjén úr, aki most tiszteletben elnökünk, és szerencsére meglátogatott pont a mai nap itt bennünket az edzésen. A Demjén úr, amikor visszaadta a vállalkozását, az nekünk egy nagyon nagy támogatás volt, nagyon, nagyon nagy biztos támogatás, és onnastól kezdve tényleg egy kicsit megroppantunk, de szerencsére most ő is már visszatért hozzánk, és de inkább én azt mondom azt, hogy minden szakosztály életében el kell, hogy jöjjön az a pillanat, amikor ilyen korcsoportváltás van a szakosztályoknál is, és ez a szakosztály egyszer már kinőtte magát,
kiforrotta magát, és most újraépítkezik. Tehát azok a régi versenyzők, akik eredményesek voltak, egyrészt elmentek profinak, például Bogdán Zsolt golyó, de sokan kiöregedtek. Sokan kiöregedtek, főleg a hölgyek, akik hamarabb abbadják, elmennek szülni, és akkor utána már nem igazán szeretnek boxolni, és nem is jó szerintem se. Család mellett már ez nehéz ezt a sportágat egy hölgynek. És tehát ez a korosztály, az eredményes korosztályunk, ez kiöregedett, és való igaz, itt el lehet mondani azt, hogy hibát követtünk el akkor, amikor nem figyeltünk oda, hogy jöjjenek újak helyettük, nem figyeltünk jól oda az utánpótlásra. Hát most úgy néz ki, hogy rendben jöttünk. Hát a hibákból lehet tanulni. Igen. Az okos igen. Ember a hibáiból tanul. Igen, igaz. Itt most nem látok hibát, azt látom, hogy a gyerekek dolgoznak, ugye a legjobbak, mint mondtam, a bocskaim vannak, nincsenek itt. De azt is látom, hogy itt olyan munka folyik, hogy le a kalappal. Itt mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Apropó, itt mindenki profi versenyző, vagy vannak amatőrök, és a profit úgy értsd, hogy versenyző? De ez vegyes edzés, tehát itt most voltak olyanok is, akik még versenyzői korszakuk még nem jött el, nem érkezett el. Ökövésben egy fél év az, amikor kell valakinek egy fél éves ciklus ahhoz, hogy fölkészüljön, megtanulja a szabályokat, és hát a egészségügyi alkalmasság az is nagyon fontos, mert abban a pillanatban, amikor ide belép a terembe, már kell egy orvosi vizsgálat, egy egészségügyi alkalmasság, de magához az ökölvíváshoz, fél évre kapja meg a versenyengedélyt, tehát ez egy nagyon komoly vizsgálat, hiszen az ökölvívás, mint tudjuk, ártalmas egy kicsit néha. Azt mondtad, hogy amikor belép a terembe, először már egy papírt hoz magával. Lehet, hogy csak városi pletyka az, hogy amikor először beteszi egy gyerek a lábát az ökölvívó terembe, akkor előbb-utóbb jó fölpofozzák, és hogyha lejön a második, harmadik edzésre, akkor valószínűleg már ott is ragad. Igaz ez? Hogy régen volt ilyen. Régen volt ilyen. Hát én is ebben nőttem föl, ebbe a hát így kezdtem én is, az első edzésen szerencsére egy nagyon jó nevelő edzőhöz kerültem, de még ő is ebben a régi szellemben élt, hogy akkor megnézzük az első nap, hogy mit bír ez a gyerek, hogy érdemes-e. Most hangsúlyozom azt, hogy kisgyerekkorban még egy nagy pofont kapni nem olyan veszélyes, mint felnőtt korban. Tehát egy kisgyerek gyorsan átgurul ezen a történetem. Hát én is gyorsan legurultam, padlóztam, de utána én visszamentem edzésre. Tehát nagyon sok srác annak idején meggondolta, utána már nem ment vissza. Ma már nem így választunk ki. Ma már ez a kiválasztás, ez azt lehet mondani, nagyon őskori, elavult. Ha már a kiválasztásról beszélsz, akkor az újpesti iskolákkal napi szintű kapcsolatban vagytok? Honnan merítetek? Hát egyrészt az iskolákkal tartjuk a kapcsolatot, de ami nagyon lényeges most, hát nem kell elmondani, ez a Facebook, ez mindent megold, tehát nagyon nagy segítség. Tehát itt olyan ismeretségi körök vannak, és egymásnak adják tovább a srácok a lehetőségeinket. Tehát én, hogyha meghirdetem magam, és elküldöm a szakosztályunkat, meghirdetem a edzőim nevébe, elküldöm a interneten, megkapja sok ezer ember, és jönnek sokan. És főleg internetről szülők is telefonszámom, meg tudják, fölhívnak telefonon. Napi szinten kapok általában 2-3 telefont, hogy a szülő hozná le a gyerekét és egyeztet velem. Jönnek a gyerekek, eljönnek edzésre, eljönnek a felnőttek is edzésre. Lehet azt mondani, hogy nagyon kicsi a lemorzsolódás? Vagy százalékosan hányan ragadnak meg? Hát az elején azért, tehát az első hónap az megválasztja a srácokat, megválasztja. Nem akarom, nem érdemes becsapni a srácokat, hogy ez egy nagyon light-os sport. Azért pofonokat itt nem kapnak, de kemény edzés van. Nyilván az elején még annyira kemény edzés nem lehet, mint egy versenyzőnek, tehát mivel csak egy alkalmassági sportolói engedélye van,
az első edzéseken igazán nem terheljük meg őket, de a mai fiatalságnak már ez is sok. Már ez is sok, igen. De már azt el kell mondani, hogy már az gyönyörű, hogy lejönnek a terembe, és felállnak a kompjúter mellől, és nem a telefonjukat nyomogatják. Igen, igen. Hát ez nekem nagy fájdalmam, ez a telefonon keresztül is, mert ott van az internet, és állandóan azt nézik. Főleg edzőtáborokban, ez egy nagyon nagy hátráltató tényező. De hát ez az edzői pedagógia, meg hát iskolában is a pedagógia, gondolom, ezért vannak a pedagógusok, hogy túllépjünk ezen. Megvannak a gyerekek, megvan az utánpótlás, egyre jobban fejlődnek az ifik. Hogy állunk válogatott szinten? Korosztályos válogatottra gondolok természetesen. Igen, az előbb elmondtam, hogy nagyon jó eredményt értünk. Ugye mondtam, hogy harmadikok lettünk a országos ranglistán, harmadikok lettünk. Ez azt jelenti, hogy minden korban ott vagyunk, minden korosztályban ott vagyunk, minden korosztályban van válogatott versenyzőnk. Sőt, nem csak válogatott versenyzők, hanem minden korosztályban nemzetközi Európa-bajnoki szintű versenyzőnk van. És ennek nagyon, nagyon örül mindenki most. Nehéz lesz ezt a mostani évet túlszárnyalni, nehéz. De de kihívás mindig van. Kihívás, de én egész biztos vagyok benne, hogy megyünk előre. Tehát ez az évünk, ez egy csúcs lesz. Ugye februárt írunk, elkezdődött a szezon ugye a bocskaival. Mi vár rátok? Milyen nagy versenyek lesznek, netalántán Európa-bajnokság? Mire készültök? Hát a korosztályos versenyzőink előtt természetesen a magyar bajnokságok állnak, de azok az év második felében vannak. Viszont a világversenyeink, a junioroknak azoknak szeptemberben van szintén az Európa-bajnokság, de előtte több ilyen nemzetközi megméretetés lesz, megyünk Bakuba, a válogatott napjának megyünk Bakuba, a Heydar Aliyev elnökkupára, ott mindig kapunk meghívást. Klub szinten szeretnék oda most elmenni, de lehet, hogy csak válogatott szinten tudok, ez még a jövő kérdése. Most például kaptam egy meghívót Grúziába, grúz edzőnk van, a Georgidze Leván, és Grúziába hívták meg a csapatunkat. Előrelépés mindenképpen és fejlődési lehetőség, hiszen pontosan tudjuk, hogy a volt Szovjetunió és hát az utódállamokban azért igen magas színvonalú az ökölvívás. Nálunk is már azt lehet mondani, hogy igen magas szinten áll az oktatás, de valahogy az eredmények elmaradtak nemzetközileg. Mi lehet ennek az oka? Most, a felnőttekre gondolok. Most a felnőtt mezőnyt érted, így igaz. Hát ennek számtalan oka van. Egyrészt látni kell azt, hogy most forra a szakvezetésben is egy ilyen belső reform van, és én úgy érzem, hogy minden helyre fog kerülni. Egyébként a gondolom, mire gondolsz erre az elnökváltásos dologra, hogy most akkor Csötönyi úr elmegy, vagy nem megy el, vagy Madár lesz az elnök. Hát ez, hogyha, hát én benne vagyok ebbe a rendszerbe, az egész rendszerben, én a Csötönyi úrnak nagyon sok mindent köszönhetek. Azt is lehet mondani, hogy nem véletlen, hogy én vagyok a junior válogatott edzője évek óta, hiszen a csepeli kötődésünk, a Csötönyi úrnak is csepeli kötődése van, valamikor edzőm volt. És én maximálisan támogatom az elnökünket, és sajnos ez a sportújságban, meg ezek a támadások, ezek szerintem nem reálisak, egyáltalán nem reálisak, mert az elnökünk az mindig tudja, mindig is tudta, hogy hogyan kell dönteni. Tehát azt mondod, hogy ezek a belső viszályok visszatükröződnek a felnőtt versenyzők eredményeiben. Így van. Tehát az biztos, hogy volt hullámvölgy, de hát az egész szövetség, a Csötönyi is, meg mindenki, az egész szövetség ezen dolgozik, hogy a megoldás meglegyen, és meg is lesz. Meg lesz a megoldás, vagy így, vagy úgy. Jöjjünk vissza Újpestre. Újpesten viszont nem kell itt megoldásokat keresni, hanem dolgozni kell. Meg kell őrizni a válogatott versenyzőket. Minél többet kell őket versenyeztetni, minél jobb lehetőségeket kell nekik adni. Megvannak a lehetőségek Újpesten? Maximálisan megvannak a lehetőségek. A lehetőséget azt mondom, hogy a termünk az megvan.
a vezetés az támogat bennünket, szakosztályi szinten is, tehát szakosztályi szinten is jól összeállt a vezetés. Edzőink nagyon jó, nagyon komoly munkát végeznek, és van egy jó szakosztályvezetőjén, aki összefogja ezt az egész dolgot. Szerintem jó úton járunk. Jó úton jártok. Akkor azt ígérhetem neked, hogy ezt a pár lépést, amit még majd megtesztek előre idén, ezt mi követni fogjuk, és nem fél évente, hanem 2-3 havonta ellátogatunk a terembe, vagy ne talán meghívlak benneteket, vagy téged a stúdióba, és hogyha egyszer adódik alkalom, akkor én, mint ex-egykori sportoló, fölhúznék egy pár kesztyűt, és mutatnál nekem majd egyszer legközelebb néhány olyan fogást, ütésfajtát, amit egy amatőr volt sportoló is könnyen elsajátíthat. Jó, rendben, de akkor te meg ígérd meg, hogy azt a héten is ezért megtanítasz, mert abszolút... Jöhetnek a gyerekek az iskolámba, igen. Lehet, hogy a két sportág kiegészíti egymást. Biztos, biztos. Maradjunk ennyiben, nagyon sok sikert kívánok nektek, rengeteg munkát, és mit lehet ilyenkor mondani februárban? Jöjjön a tavasz, és osszátok a pofonokat. Köszönjük, úgy lesz.